Ha az ön családtagja nem gyógyítható daganatos beteg, hol szeretné ápolni? Az egyik legalapvetőbb és legfontosabb előnye az az, hogy több időt tölthetünk együtt szerettünkkel, és neki sokkal nyugalmasabb utolsó heteket nyújthatunk társaságunkkal. Ez azért fontos, hogy ne érezze a kórházi stresszt, és ha eljön az ideje az eltávozásának, akkor ezt az otthoni nyugodt körülményekben teheti meg. Nem is beszélve arról, hogy ha az otthoni ápolást választjuk, a családtagunknak megadatik az esélye, hogy a mindennapjét százszor komfortosabban töltse. Persze a hospice munkatársaim mindent megtesznek annak érdekében, hogy akárhogy is legyen a beteg, a lehető legjobban érezze magát. Legtöbb helyre nem lehet bevinni házi állatokat, és nem is ajánlott, de otthon egész nap az ölében lehet kis kedvenc a szerettünknek. Mindenhol jó, de a legjobb otthon és a saját ágyunkban. Ez magától értetődő, hogy a betegünk a hátra lévő idejét a saját ágyában, a saját tárgyaival, a kis kuckójában tölteti. Persze, ha nem kell neki beteg ágy. Sokat jelent mindenkinek, ha a legkedvesebb hozzátartozójával teázgathat, kávézgathat reggelente és beszélgethetnek a világ dolgairól. Utoljára pedig azt javasolnánk, hogy ne keltsenek magukban bűntudatot, menjenek és látogassák meg rokonaikat, gyűjtsenek maguknak emlékeket. Jobb később, mint soha.